Az én véleményem az az, hogy önök a közmédia, állami média környékén közel 90 milliárd forintból, a nem állami médiában pedig ennek megfelelő mértékű állami hirdetésből, vagyis megint csak az adófizetők pénzéből Magyarországon kormánypropagandát és az ellenzék lejáratását terjesztik. Ennek nagyon egyenes következménye az, hogy a választópolgárok egy jelentős része képtelenné válik eligazodni a magyar politika ügyeiben. Ebben önöknek, kormánypropagandistáknak, az én és a többiek adójából fenntartott kormánypropagandistáknak iszonyatos méretű felelőssége van. Mi el fogunk indulni a választásokon, mert muszáj Magyarországnak alternatívát mutatni, ezért csináltunk egyébként árnyék kormányt is. De pontosan tudjuk azt, hogy abban az állapotban, amilyen állapotban az önök segítségével Orbán Viktor hozta Magyarországot, ez egy állandó, hosszú szélmaromharcnak tűnik, de tudja, utaltam már rá, hogy mi hazafiak vagyunk. Hazafiaknak meg egy fontos tulajdonsága az, hogy soha nem adják föl. Mi soha nem adjuk föl.